Az Evangélikus Egyház község az ezredfordulón nyíregyházi központtal hozta létre az oltalom szeretett szolgálatot. Sokan talán a hajléktalan ellátással azonosítják a szolgálat szerepkörét, nem véletlenül, hiszen megolakulásakor a szervezet még a hajléktalan ellátó szolgálat nevet viselte. Országosan 9600 férőhelyen rendelkezésre a hajléktalan emberek számára. Ezt az úgynevezett krízis időszakban további 1500 helyen bővítik. A téli ellátásra 360 millió forintot biztosít a kormány, az extrém hideg miatt pedig az esetleg megnövekedő költségekre további 50 millió forintot különítettek el. A megnövekedett terhelés mellett dolgozó diszpécser központok támogatására pedig 62 millió forintot biztosítanak. Az oltalom szeretett szolgálatnál is a téli időszak a legintenzívebb. Az intézmény krízis ellátás biztosítanak hogy lehetőség szerint senkinek ne kelljen az utcán tölteni a telet. Ebben az időszakban az intézmény napi szintű ellátási létszáma körülbelül 500 fő. Stúdiónk vendége Kemenes Erika, az oltalom szeretett szolgálat részlekvezetője. Köszönöm, hogy bejött a műsorba. Először is szeretném megkérdezni, hogy ebben az időszakban, amit ugye krízis időszaknak nevezünk, bár most Tíznél magasabb fokokat is mérünk naponta. Minek van a nagyobb szerepe a hajléktalan otthonnak, az éjjeli menedékhelynek vagy az átmeneti szállásnak? tegyük rendbe ezeket a fogalmakat. Ez mind különböző típusú ellátás, különböző szintű. Ilyenkor a téli krízis időszakban az első és a legfontosabb az életmentési funkció, és ezt két típusú ellátásunk a nappali melegedő és az éjeli menedékhely az, ami ellátja, és ennek ez a legfontosabb célja, hiszen itt megállapodásokat nem kötünk ide, vagy napközbeni tartózkodásra jönnek be a klienseink, vagy pedig az éjjeli éjszakai tartózkodást biztosítjuk a számukra. Az átmeneti szálló az az éjjeli menedékhelytől egyen magasabb fokozatú, ott már egy tartósabb elhelyezési formáról beszélhetünk. Itt már a bekerülésnek vannak jövedelemhez kötött feltételei is, és itt, az élet, itt a tartózkodásnak egy plusz egy évig van lehetőség törvény szerint. A hajléktalanok otthona ez a legvégső ellátási formánk, amikor már tartós bentlakásos intézményi elhelyezésről beszélünk. Ide azok kerülhetnek be, akiknek az egészségügyi állapota, illetve az életkorából adódóan olyan problémáik vannak, ami miatt már a tartós utcai életformát nem tudják folytatni, és akkor ebben az intézményi formában életük végéig kapnak elhelyezést. Akik az átmeneti szálláson élnek, laknak, illetve a hajléktalan otthonban élnek, tehát ők már nem jönnek szóba, amikor éjeli menedékhelyre ö, mennek a kliensek, illetve a nappali melegedőbe. tehát annyival kevesebben vannak, akiket napi szinten kell ott fogadni és ellátni. Ö, igen, így van, valóban. Tehát ők nem jelennek meg a nappali melegedőben illetve nem jelennek meg az éjjeli menedékhelyen, de ők maguk is egy, ők már itt tartósabb lakhatási formát kapnak. Az oltalom szeretett szolgálat, ugye itt nyíregyházi központtal, de Észak-Európa észak-alföldi régióban Igen. nyújtja a szolgáltatásokat a kliensek felé. Itt mégis hány embert ér érnek el ezek a szolgáltatások Ö, általában ezek az intézményi formák ö, kötött működési engedéllyel és férőhelyszámmal működnek, és ebből kifolyólag mondjuk mi azt ugye, hogy ö, annyi embert tudunk befogadni, ahányra működési engedélyünk szól, és azért azt mondhatjuk, hogy az év nagyobbik részében egy ilyen 300 férőhelyet tudunk mi biztosítani, és ennyi embert tudunk fogadni. Ö, érvényben van már most egy új szakmai szabály, pont a téli krízis időszaka hozta ezt tulajdonképpen létre. Ez a vörös kódriasztás, amit a az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott ki és működtet. Ebben azért van egy olyan ö, lehetőség, hogy pont ebben a krízis időszakban, a mínusz 10 fok alatt, hogyha esetleg a hőmérséklet az alá csökkent tartósan, akkor valamennyi bentlakásos intézménynek kötelessége befogadni az utcán élő hajléktalanokat és ö, elhelyezést nyújtani a számukra. Ez akkor független attól, hogy milyen működési engedéllyel rendelkezik, és hány ö, férőhely számot tud biztosítani. Információként elhangzott ugye, hogy mint hajléktalan szolgálat az oltalom név talán egy picit ott össze is fort 2000-ben. A, a, mennyire változtak az igények azóta, tehát mennyire változott egyáltalán a, a nyújtott szolgáltatásoknak a miensége vagy a sokszínűsége? tulajdonképpen a kezdetek óta működik valamennyi szolgáltatásunk. Természetesen itt is folyamatosan figyeljük azt, hogy milyen igények, mi igényeket támasztanak a klienseink, és ennek megfelelően próbálunk bővíteni, illetve új szolgáltatásokat is bevezetni. A meglévő szolgáltatásainkat azokat pedig mindig igyekszünk emberi élhetőbb körülmények közé helyezni. Itt az otthon szót én nem is véletlenül emeltem ki, tehát hogy hajléktalanok otthona lehet ugye mindaz szálláshely, menedékhely, melegedő, amit ugye a szeretett szolgálat kezel, üzemeltet és fenntart. Tehát itt olyan közösségek alakulnak ki, amire azt is mondhatjuk, hogy nem érzi magányosnak. Magát egy hajléktalanít nyír egy házán. Mennyire igaz ez, ugye nem régen volt karácsony. Tehát tudjuk, hogy például karácsonyi ünnepségen vehettek részt a az érintettek Ö, azt tapasztaljuk, hogy azért minden szolgáltatásunkban van már egy olyan, a klienseinkből álló csoport, egy olyan mag, akik évek óta tulajdonképpen így velünk vannak, és valóban nekik mi vagyunk az ő családjuk, és az a közelgők, amiben ö, élnek, de azért mindig évről évre, és napról napra is mindig jönnek közéjük új és új, ö, ellátottak új és új kliensek, ö, pont ebből a három megyéből, ami a mi ellátási területünket jelenti, de azért azt tapasztaljuk, tapasztaljuk, hogy talán ez a közös probléma, ami őket összeköti, a hajléktalanság, a hajléktalan lét, ez azért őket fogékonyja és nyitottá teszi arra is, hogy az új ellátottakat viszonylag könnyen be is fogadják, és maguk közé veszik és segítik a beilleszkedésüket. Ez érvényes a családok átmeneti otthonában ugyanúgy, mint mondjuk az éjjeli menedékhelyen, ahol elvileg naponta változhatna a klienseknek a köre. Keresni kell a hajléktalan személyeket, vagy ők jelentkeznek. Tudják-e, hogy ki? Tud nekik segíteni? Én azt gondolom, hogy az elmúlt közel 18 év alatt, amióta az oltalom szeretett szolgálat, ezt a tevékenységet végzi, már ezt nekünk nem, nekünk nem kell keresni a klienseket, hanem megtalálnak bennünket. Azt gondolom, hogy igyekeztünk kialakítani nagyon jó körülményeket, nagyon vonzó ellátási formákat, amiket szívesen igénybe vesznek. Talán ez bizonyítja, hogy magas szintű szakmai munkát végzünk, és mindenben igyekszünk segítséget nyújtani, ez is bizonyítja, hogy azokban a típus ellátásainkban, amiben férőhely számot kell biztosítanunk, és várakozó listát vezetünk, azok a várakozó listák soha nem üresek, és mindig többen várakoznak rá. A beszélgetés végén szeretném, hogyha egy nagyon fontos részére is kitérnénk a témának, nevezetesen arra, hogy az oltalom szeretett szolgálat milyen intézményekkel kell, hogy folyamatos kapcsolatban ö, legyen, illetve, hogy mindenre honnan van pénz, hogy ez működhessen ilyen szinten. Nagyon széles körű kapcsolatrendszerünk van, talán a legalapvetőbb ugye a Periféria Egyesület, akik a másik szervezetként vannak itt jelen ebben a városban, ők az utcai szociális munkát végzik, ami hasonló terület, másfajta nehézségekkel küzdenek, de nagyon jó a kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy próbálunk ugyanazért a célja közösen is tenni, de szoros kapcsolatunk van a családok átmeneti otthonaival is, amelyek a városban működnek, hiszen nekünk is van egy 40 férőhely és rajtunk kívül pedig van még két másik ilyen típusú intézmény. Van továbbá a Család és Gyermekjóléti Központtal, hiszen ott meg a rászoruló családok, nem csak felnőttek, hanem családok is kerülhetnek olyan helyzetben, hogy szükség lehet a mi segítségünkre, illetve amikor nálunk az ellátást sikerül olyan szintre hozni, hogy már nincs szükség a mi szolgáltatásainkra, akkor pedig az utókövetést, az a, intézményen kívüli életet próbáljuk ezzel a kapcsolattal segíteni. Kapcsolatban állunk rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, ez pont ilyenkor mindig a téli krízis időszakában válik nagyon fontosá, -e, tehát elég széles kapcsolatrendszerünk van. Azt meg tudjuk-e mondani, hogy ma hányan? Vannak jelen az éjjeli menedékhelyen, vajon hányan keresik fel? A mai napot azt pontosan nem tudom, hiszen az ugye délután kezdődik, miután éjszakai ellátásról beszélünk, de azt tudom, hogy a tegnapi nap folyamán 105 vették igénybe. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.